Különleges sportkiállítást lehet megtekinteni a művelődési központban. Az idén 110. születésnapját ünneplő hajdúszoboszlói ese történelmét mutatja be vasárnapig a tárlat. Amikor kigondoltuk ezt a kiállítást, akkor arra gondoltunk, hogy egy jubileumi évet szeretnénk tartani a 110. évben, mert igazából mondhatjuk azt, hogy ez egy kerek évszázadnak a plusz 10 éve hozzájön, de akkor is ez egy olyan esemény, amit mindenképpen meg kell ünnepelni. Marosi György Csongor, a HS elnök elmondta, hogy a 110 éves születésnapot egész évben ünnepelni fogja az Egyesület, mert a múlt tisztelete nélkül nem lehet a jövőt építeni. A múltat mindenképpen meg kell őriznünk, és a múltat előtérbe kell állítanunk. Kicsit ugye hányattatott volt az elmúlt időszakban, a relikviák tekintetében is nagyon sokat kaptunk vissza a 12 tagtól, akik ideadták, mert ugye annyi néven futott és annyiszor alakult át ez az Egyesület, hogy nincs egy tényleges raktára, ahol a múlt különböző relikviái lennének, és azért is kértem azt, hogy ezt az emlékkönyvet mindenki írja alá, aki megteheti, hogy majd az utódaink, amikor a következő nagyobb eseményt tartják, akkor ők nekik legyen már egy kiindulási pont, hogy miből indulunk ki, és bízunk benne, hogy ez az örökös 12 tag az elkövetkező 100 évre mondjuk megmarad, és sokan lesznek, akik most itt vannak, majd a tagjai az örökös tagoknak. Ez most csak egy ideiglenes kiállítás, de egy állandó tárlat is szerepel a jövő tervei között. Én nagyon örülnék neki, és a székházban is gondolkodunk azon, hogy legalább az alsó részen kialakítani egy olyan részt, ahol a relikviák vannak, mint a nagy kluboknál. A 12 örökös tag kiválasztása és bemutatása is épp úgy az ünnepség sorozat része volt, mint a mostani kiállítás, vagy a március végén megrendezendő családi nap is. Minden eseményt bele kell egy kicsit a programokba, minden eseménybe bele fogjuk csempészni az elkövetkezendő időszakban, ami a 110 évvel kapcsolatos. De ezen kívül, ami az egyik legfontosabb, az nekünk a március 26-ai családi napunk. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz, hogy ez lesz egyik az első családi napunk, mert több családi napot is akarunk szervezni az év során. Akkor még nem tudtuk, hogy ez egy munkanap lesz, mert tavaly évben jelöltük ki. De ugye, ahogy itt is elmondtam, kicsit viccesen, tudjuk, hogy ezek a szombatok nem az tahanovista munkák, híres-e, ezért ugye az iskoláknak meg sokkal könnyebb, és ma már több iskola is visszajelezte, hogy érkezni fog erre az eseményre. Rengeteg programmal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Főzőverseny, sorversenyek, ugrálóvár, arcfestés lesz többek között. A napot pedig egy nagy születésnapi ünnepség zárja. 6 óra után pedig a Szilver Majorban fogunk egy nagy születésnapi rendezvényt tartani. Ugye meg lehet kérdezni, hogy miért nem júliusban tartjuk. Ugye a július az évszám szempontjából igen, ott is fogunk tartani eseményt, de tudjuk nagyon jól, hogy a nyár az mégsem arról az aktív üdülésről szól. Akkor nem lehet olyan nagy grandiózum rendezvényeket tartani, amelyek olyan számba kerülnek. De mindenképpen arra gondoltunk, hogy meg kell ünnepelnünk, és ezt az időpontot találtuk arra, hogy az örökös 12 tagunknak is a Szilverben egy családi nap, és utána egy születésnapi rendezvény keretében adjuk át majd a megemlékezéseket. A kiállításon ott voltak az örökös tagok is. Közülük is a korelnök a napokban 90. születésnapját betöltő Kovács Lajos, vagyis Papa, a HSE örökös gyúrója is. A csapatnál eltöltött évekből nehezen tudott volna csupán egy emléket kiemelni. Úristen, ez nehéz dolog, csak 52 év. Az hosszú 1961-ben kezdtem a csapatnál, intéző. A ifi csapatnál, a felnőtt csapatnál, a kettő csapatnál voltam intéző. Aztán kitanultam a masször szakmát. 1966-ban adtunk ez a passzerettem a csapatnál, majdnem 50 éven keresztül. Úgy felmentük az M1-re, akkor visszajött a szoboszlón, kezdtem a járás harmadikba. Csapat Debrecen is volt ott, aki ártett a dolgot. Ezeket megyünk, csak lestek itt. Tehát ilyen dolgok voltak, hát ezek sokan voltak. Amikor felkérték, hogy legyen a 12 örökös tag egyike, gondolkodás nélkül elfogadta a felkérést. Én volt a legtöbbet ott egyfajtában. Hát hogy ne fogadta volna? Elsőt örültek, hogy hát megjelenékedek volna, hát rengeteg munkát végeztél. Kocsis Róbert az önkormányzat nevében elmondta, hogy a hajdúszoboszlói sportéletben megkerülhetetlen volt az Egyesület szerepe. Akárhogy is veszük, ez egy bő évszázad, és a HSE évszázada az végig kísérte a
város elmúlt évszázadát. Nehéz időket élt meg a város is, az Egyesület is. Több átalakulás történt ez idő alatt, ugye felsoroltam a neveket, ugye volt HSE, Spartacus Bocskai, Cukor FC, és volt, ami többször is volt. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen örökös megújulás. Ahogy mondtam a köszöntőnkben, itt az törvényszerű, hogy vannak hullámvölgyek és hullámhegyek. Az a fontos, hogy minél tartósabb legyenek a sikeres időszakok. Én azt gondolom, hogy a városban, azt tapasztalom, hogy a városban nagy igény van a sportsikerekre, sokan kijárnak a meccsre, sokan figyelik a mérkőzések eredményeit, és ami még ennél is fontosabb, sok fiatal rúgja a labdát. Én remélem, hogy az elkövetkező években egy tartósan sikeres időszaknak nézünk elébe, ahogy fogalmaztam, divatos ez a kifejezés, és elsősorban a gazdasági életből származik, de ez a fejlődés, ez fenntartható marad. Bár több sporteseményen is volt már, egy azért mégiscsak kiemelkedett ezek közül. Volt egy mérkőzés gyerekkoromban, amikor itt játszott a lengyel ifjúsági válogatott, meg a magyar ifjúsági válogatott, nem is biztos, hogy ifjúsága, hanem utánpótlás válogatott a 70-es években, és akkor édesapámmal kin voltunk ezen a meccsen, az meghatározó élmény volt számomra, ami helyi kötődésű. Egy másik futballmérkőzés sokaknak kiemelt jelentőségű volt a közelmúltból. Igaz, azt nem a városunkban, hanem a Nagyerdei stadionban rendezték. A kiállítás egyik legszebb darabja emlékezteti a látogatókat egy szép sikerre. Az életem egyik legcsodálatosabb élménye volt, mint edző, mint játékos pályafutásom során. Először került megrendezésre abban az időben ez a megyei magyar kupa sorozata a Nagyerdei stadionban. Abban az évben a harmadik helyezési kerünk elén, és bejutottunk a megyei döntőbe, megyei magyar kupa döntőjébe. Hát nagy izgalommal várta mindenki, mert ilyen millióban, ilyen stadionban, tehát annyi szobosztói szurkoló előtt szerintem nem léptünk pályára, egyikünk se. És egy kiélezett meccsen, igazi kupa hangulattal egy 1-1-es döntetlen tértünk el, és büntető párbajban legyőztük a Sári Tudai csapatát, aki akkoriban a megye egyik legjobb csapata volt. És olyan eufória lépett szerintem az egész csapat, közönség egymásra talált, a vezetőség, hogy tehát leírhatatlan számomra, még mindig kiráz a ideg, őszinte vagyok, ha belegondolok. És csak ismételni tudom önmagam, szerintem életem egyik legcsodálatosabb élménye volt nekem is, és szerintem a akkori csapattársak, a csapatom nevében is mondhatom ezt. A győzelem pillanata örökre beégett az emlékezetébe. Volt egy kiállítás is, emlékezzünk vissza, és utána kicsit megremegtünk. Így van, ahogy mondtad, hogy kettővel elment a büntető párbajba. Én egy személyes emléket megosztok, leültem a kis padra, a fiúk összekapaszkodva álltak, és ott nem is tudom megmondani, hogy milyen imákat mondtam el, hogy onnan hozzuk vissza, és hála Istennek vissza sikerült hozni. Az akkori kapusunk Kockának a lélek jelenléte és parádés védesei által, és ahogy te is fogalmaztál, lent vagy ő verugta, szerintem olyan gyorsan még sosem sprinteltem a túloldalra, mint abban az időben. Azon az emlékezetes találkozón ott volt Bodó Sándor államtitkár úr is. Egy nem mindennapi történettel egészítette ki korábbi edzőnk történetét. Még a mérkőzés az sem volt egy nagyon kellemes, bár ugye azért Szobosztónak is drukkoltam, hiszen ha már két csapat játssza a döntőt, akkor az legyen kettő olyan, ami szívemhez közel áll. De sajnos ennek a kupának van egy története, ugyanis a fölajánló, egy nagyon jó nevű támogató, az a mérkőzés előtti napon jelezte, hogy az előre legyártatott kupa sajnos összetört. És nagyon jelentős összeggel kellett megkeresni a készítőt, aki ezt gyártotta, hogy másnapra mégiscsak legyen kész, mert az összeragasztás, a renoválás az abszolút nem volt lehetséges. Mindenképpen mondtam, hogy az nem játszik, hogy egy ilyen letört a füle kupát adjunk át Hajdúszoboszlónak, mert még arra gondolnak, hogy azért van, mert hogy Sári Tudvari a lakhelyen, annak a csapatnak az életében volt korábban szerves része. Szóval egy ilyen kis furcsa rezüméje van ennek a történetnek, de természetesen a mérkőzés az mindig csak a pályán zajlik.
a mérkőzés előtt és a mérkőzés után a barátság az megvan, a sportbarátság megmarad. A kupa azóta is biztonságban van. Féltő szemek vigyáznak rá minden nap. Igen, ebben az évben, hogy körzetközpont szakmai vezető lettem, ezáltal főállásban vagyok, és lett egy irodám, és természetesen az irodámban van. Jobban féltem, mint bármelyik kincsemet otthon, vagy emlékemet. Ide is őszinte leszek. Nem kicsit féltve hoztam, szerintem minden nap eljövök, és megnézem, hogy rendben van, ebben biztos is vagyok. Érdemes ellátogatni a kiállításra, mert ezzel nem csak az egyesület múltját ápolhatjuk, hanem köszönetünket is kifejezhetjük a korábbi sportolók, egyesületi dolgozók felé. 110 év nagy idő valóban, talán a legnagyobb fővárosi klubok bírnak ilyen évszámokkal, és hát ebben azért nagyon sok embernek nagyon sok munkája benne van. Egy ilyen évforduló alkalmából mindenképpen ezt meg is kell köszönni, nem csak illik, hanem meg is kell köszönni, mert bizony nélkülük az ő mérkőzéseik, edzés munkájuk, szervező munkájuk nélkül nem járnánk itt.